Közel 20 ungvári lakos vett részt azon a szelektív hulladékgyűjtési tanfolyamon, amelyen a résztvevők kreatív hulladéktárolókat készítettek. Erről Bilovusz Anna, az esemény társszervezője számolt be. A képzést a Kárpátalja Aranyszívei elnevezésű cukrászdában tartották meg. A tanfolyam résztvevői a szelektív hulladékgyűjtésről hallgatnak előadást. Bilovusz Anna elmondja, mely nyersanyag feldolgozható és mely nem. Ez egy zörgő. Miért hívják így? Mert zörög. Ezeket nem lehet feldolgozni. A rizs, a cukor és a keksz csomagolása feldolgozásra kerül. Mindent, ami nyúlik és ami nem szakad, mint a tasakok, leadhatjuk, de jobb lesz, ha azokat újrahasználható szatyorra cseréljük. Fémet, fémdobozokat is újrahasznosíthatunk, de azokat előtte össze kell nyomni. Az ungvári Dub Vasil a tanfolyamról a közösségi oldalakról szerzett tudomást. Elmondása szerint a családja hetente válogatja szelektíven a szemetet. A gyerek szintén nagyon elégedett, mert első ízben vesz részt a dologban. Mindent kiválogat, összerak. A legfontosabb, hogy legyen hová elvinni és leadni a szelektált hulladékot. Én már régóta keresem a városban, hol tudom ezt megtenni, de a vas és az üveg kivételével semmit sem vesznek be. Újrahasznosítóként összegyűjtöm a nyersanyagot, amelyet ebben a kávézóban válogatnak ki. Minél több embert szeretnénk megtanítani a helyes szelektálásra, hogy ezzel csökkentjük a hulladéklerakóra kerülő szemét mennyiségét. A tanfolyam résztvevői kreatív hulladéktárolókat készítettek. Oda dobták ki a már kiválogatott szemetet. Andruszák Andri, Simkó Iván, hírek a közmédián.